Sziasztok! Ebben a videóban a harcos megtört szívről fogok beszélni nektek. Ahogy láthatjátok, kiköltöztem az udvarra, ugyanis nagyon-nagyon szép idő van, és egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy én bemenjek videózni. Aztán átgondoltam, hogy kint is lehet, és ahhoz már is sokkal nagyobb kedvem volt, úgyhogy itt vagyok. Ez ugyebár a Sötét Magányos Átok című könyvnek a folytatása, és nézzétek meg, mindkettőnek milyen gyönyörű borítója van. Én már az elsőnek a borítójáért is oda voltam, nagyon-nagyon tetszett, meg ez olyan igazi szépség és a szörnyeteges borító, legalábbis szerintem nagyon passzol hozzá. Viszont a második nekem sokkal, de sokkal jobban tetszik. Nem tudom miért, de nagyon-nagyon szép ez a borító. Nagyon félve kezdtem neki a könyvnek, ugyanis nagyon sok negatív kritikát olvastam róla, hogy rosszabb, mint az első rész, és nagy csalódás volt sokaknak ez az első rész után. Úgyhogy hát én is ezért félve kezdtem bele. De nekem ez egy nagyon pozitív csalódás volt, mármint igazából én először nagyon jóra számítottam, csak miután olvastam a kritikákat, akkor ijedtem meg, és ahhoz képest pozitív csalódás. Nekem ez tetszett. Alapjáraton én mindig is inkább Grey-t kedveltem jobban, úgyhogy szerintem ezért is tetszett nekem jobban ez a könyv, mint másoknak, mert engem érdekelt az ő története. Ugyanis ebben a könyvben inkább Grey-t követhetjük nyomon, sőt, nem inkább, hanem őt követhetjük nyomon. Ami egy picit nem tetszett nekem, és ami miatt meg tudom érteni, hogy másoknak miért nem tetszik ez a könyv, az az, hogy az előző könyvben én nagyon úgy éreztem, hogy Ren egy pozitív karakternek van beállítva, aki persze az átok miatt szörnyeteggé vált, de egyébként ő nagyon nagy jellemfejlődésen ment át, sokat változott, és hogy igazából ő összességében egy jó ember. Ahhoz képest ebben a könyvben meg főleg amiatt, mert Grey életét követjük, nem nagyon tudunk rendről semmilyen háttérinformációt, viszont nagyon hirtelen, nagyon nagy pálfordulást érzek az ő karakterében, ugyanis itt inkább már egy negatív szereplőnek van beállítva, és ez nem tetszett annyira. Szóval szerettem volna jobban megérteni azt, hogy miért olyan, amilyen, és miért teszi azt, amit, mert természetesen leírták, hogy azért üldözi ennyire a trónörököst, az igazi trónörököst, mert varázsereje van, és fél a varázslattól, és ő igazából félelemből akarja megölni ezt a trónörököst, illetve hát nyilván a trónt is magának követeli, hiszen mindig is ő készült királynak lenni. Viszont ennél jobban nem volt kifejtve, és azért hiányzott a könyvből egy kis plusz háttérinformáció, mert így tényleg olyan hirtelen a semmiből jövő volt ez a nagy renellenesség. Vagyis hát Grey szempontjából értem, miért fordult ellene, de összességében, hogy így ő miért lett ennyire negatív karakter, az nem teljesen jött át. Viszont maga a történet nekem nagyon tetszett. Nagyon tetszettek az új szereplők, akik képbe kerültek, és én nagyon örülök, nem tudom ez mennyire spoiler, várjatok, elolvasom a főszöveget, hogy spoilernek számít-e. A második részben lesz egy új főszereplőnk, Lia Mara személyében. Nem tudom, hogy kell ejteni a nevét, én így olvastam ki, úgyhogy nekem örökre így marad. Szóval ő lesz az új főszereplőnk, aki az ellenséges területeken, hát lenne a trónörökös, de az anyja mégse őt jelöli ki utódjának, hanem a lány húgát. Méghozzá igazából kiderül a történet során, hogy azért, mert a húga sosem mond ellent az anyjának. És ő neki ezt tetszik, hogy a lány úgy fogja irányítani továbbra is az országot, ahogy
hogyha nő szeretné, viszont Lia Marának más elképzelései vannak, és ő nem követné mindenben az anyját, és így is kerül egyébként bajba, és ismerkedik meg Gray-jel, hogy igazából az anyja akaratának ellenszegül, és aztán Gray-jel próbál szövetséget kötni, és az az igazság, hogy a végén történt Lia Marával valami, amit én a vége felé nagyon reméltem, hogy úgy lesz. Ugyanis kiderül az örökösödi... A GLS türelmetlen a szomszéddal. Szóval az örökösödéssel kapcsolatban kiderül valami, és én nagyon bíztam benne, hogy ez meg fog történni. Bár nem tudtam elképzelni, hogy mégis milyen szituációban, de én bíztam benne. És utána meg is történt, úgyhogy ezzel nagyon-nagyon elégedett voltam. És hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatásban, mert annak ellenére, hogy most úgy néz ki, hogy talán kezd jól alakulni a dolog, azért most elég nagy nehézséggel kell majd szembenéznie Gray-nek, és a legvégén bekerült Rennel kapcsolatban egy olyan szál a történetben, hogy nekem most kell a harmadik rész, nagyon kíváncsi vagyok. Igazából én csalódtam Rennben, hogy belement abba, amibe a legeslegvégén, de hát biztos kell ez ahhoz, hogy a következő rész izgalmas legyen, bár őszintén szólva, enélkül a szál nélkül is érdekes lehetett volna a következő rész. Ez majd így tovább bonyolítja a helyzetet, de összességében nekem nagyon tetszett, és nagyon-nagyon örülök, hogy nem hallgattam másokra. Persze ízlések és pofonok, úgyhogy nincs azzal semmi baj, hogyha ez másnak nem tetszik, de én nagyon élveztem, és nagyon örültem, hogy most Gray az, akit követünk, és az ő életét, történetét ismerhetjük meg jobban. Én az előző részben is tényleg inkább őt szerettem jobban, nem Rand. Először azt hittem, hogy hiányozni fog Harper meg Ren kapcsolatának története, hogy hogyan alakul, hogyan viszonyulnak most egymáshoz. Annyira nem. Bár igazából néha-néha megjelentek. Szóval, hogy belőlük is kaptunk egy nagyon picit néha, és az a helyzet, hogy én még mindig nem látom azt, hogy Harper annyira szerelmes lenne Rembe. Ez majd nyilván még bonyodalmat okozhat, vagy lehet, hogy csak nem fejtette ki annyira az írónő, de közben mégis egymásba szerette. Én nagyon örülök, hogy elolvastam, és itt van a polcomon, nagyon várom a következő részt, és nagyon köszönöm a könyvmajképző kiadónak, hogy elküldték nekem ezt a könyvet, és így elolvashattam. Tényleg nagyon várom a következő részt, és szerintem, ha megjelenik, egyből be fogom szerezni, hogy elolvassam, mert már nagyon izgatott vagyok miatta. Ennyi lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk a következőben is. Sziasztok!